Romániának bele kell foglalni a jogrendjébe az ártatlanság vélelméről szóló Európai Uniós irányelvet, figyelmeztetett egy Facebook bejegyzésben tegnap az igazságügyi miniszter. Ennek előzménye, hogy az Európai Bizottság pénteken közölte, kötelezettségszegési eljárást indított Románia ellen, mivel nem ültette át jogrendjébe az ártatlanság vélelméről és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló uniós direktívát. Tudorel Toader rámutat, az igazságügyi minisztérium 2017. júliusában véglegesítette az erre vonatkozó törvénytervezetet, a tervezet vitáját azonban leállították, miután az ellenzék megtámadta az alkotmánybíróságon a bizottság létrehozását. Az irányelv szerint a államoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy a média tájékoztatásakor a hatóságok ne utaljanak a gyanúsítottra vagy a vádlottra bűnösként egészen addig, amíg az említett személy bűnösségét jogszerűen meg nem állapították.